A 90-es évek közepétől számítódik, a legújabb kori szekszárdi csergánysport megalapozása új, feltörekvő eredményekben is mérhető korszaka. Ez nem járt együtt az edzés körülmények minimális javulásával sem. A gemeny zsúdó ese 3 évtizeden keresztül ugyanabban a külsőleg, belsőleg ütött-kopott tarcsai edzőteremben, egyébként rendőrséghez tartozó objektumban élte a mindennapjait, ami még a 70-es években épült, és semmi fejlesztés gyakorlatilag nem történt azóta. Nem panaszkodtak, egyáltalán nem is követelőztek, helyette örültek a lehetőségnek, noha az edzés és öltözői körülmények a 20. századhoz viszonyítva is abszolút méltatlanok voltak. Ennek ellenére bizonyítván, hogy nem a létesítmény helyzeten múlik legfőképpen az eredményesség, a szekszárdi gemeny zsúdó serdülői ifjei és juniorjai letették a névjegyüket az országosan kiemelt versenyeken, mindenekelőtt az adott évek országos bajnokságain és diákolimpiáin egyaránt. Már a 2000-es évek elejétől napjainkig. Azért támogattam a Judo Egyesületet, mert hogy ők már itt letették az alapokat, voltak eredmények, és én azt gondoltam, hogy ezek az eredmények megérdemlik a támogatást. Az új megyei főkapitány Szabó Csaba, az elavult edzőterem tulajdonosának képviselője, első embere ígéretet tett a szekszárdi judokáknak, hogy 3 éven belül felszámolja az áldatlan állapotokat a régmúltból itt hagyott tarcsaiban. Így is történt. A megyei rendőrfőkapitányság mellé állt, mint támogató, a városi önkormányzat, maga a polgármester Ács Rezsős, aki egyébként fiai révén korábban szülőként is érdekelt volt, aki hosszú éveken át saját maga is támogatta azt, hogy a cselgánysport ne csak megmaradjon a városi sportpalettán, hanem látva Szepesi József és edzőtársai aktivitását, elszántságát, fejlődésnek is indulja. Ezt a támogatást, a sportági kiállást köszönte meg a hivatalos létesítmény átadón a szintén támogatóként megjelenő Tóth László, a Magyar Cselgány Szövetség elnöke. Jelképesen azzal is, hogy a sportág első embere egy igazi judóruhát adott át a szekszárdi polgármesternek. Én arra vagyok a legbüszkébb talán, hogy ez egy igazi összefogás eredményeként jött létre, hiszen minden szereplő, a szülőktől, a rendőrségen keresztül, a városon át, a klubig, a szövetségig, mindenki rakta magát, és mindent hozzátett ahhoz, hogy egy olyan végeredmény jöjjön létre, amit most itt háttérben is láthatunk. És én azt gondolom, hogy ez most a régió egyik legkorszerűbb terme. Azt szeretném elérni, hogy minden sportágban, közép és hosszú távon olyan feltételeket teremtsünk meg, hogy nem csak hogy érdemes sportolni, hanem a feltételek kiválóak legyenek, és minden adott legyen ahhoz, hogyha valaki bármilyen sportágban tehetséges, akkor ezt ki tudja magával hozni. Én azt gondolom, hogyha egészséges valaki, és sportol gyermekkorában, akkor egészséges felnőtt, ez egészségesen gondolkodik, sok mindenben másképp áll a világ dolgaihoz, mint más emberek. Minden megújult az edzőteremben, a fűtéstől a világításig, a falakon át egészen a tatamig, ahová a gyerekeknek nem lesz nehéz bevinni a judó kultikusságát, templomi szellemiségét, adott hangot ebbéli reményének Tóth László. Az országos szövetség egyébként a mintegy 20 milliós fejlesztés 1/3-át állta. Az újjávarázsolt edzőterem és az öltözők mellett egy komoly fitnessterem is a judokák rendelkezésére áll, ami a rendőri állomány dolgozóinak kiképzését, testedzését és természetesen szabadidősportját is szolgálja. Elgondolkoztató lett volna, ha azt a ajánlást mondják, hogy 10 év múlva nekünk ilyen termünk lesz. Ez egy 40 éves álom, ami megvalósult. Ehhez kellett egy olyan főkapitány, aki főkarolja a sportot magát, ezen belül a judót is. Válvetve küzdöttünk, nagyon sok szülői segítséget, nagyon sok rendőrségi segítséget kaptunk, és most itt van ez a kis objektum, amit most már csak eredményesen kell, hogy használjunk. Ami a létesítmény feltételeket illeti, ezzel az újjávarázsolással, az ilyen léptékű fejlesztéssel az utolsóból az élmezőnybe került a gemeny zsúdó ese, mondta a hazai viszonyokat jól ismerő Cselgány Szövetség elnöke.
Szerencsére van egy úgynevezett sporták fejlesztési program, aminek az ingatlan fejlesztési részéből tudtunk a szekszárdi judóra is átcsoportosítani. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, egy megalapozott döntés volt, és a szekszárdi judó elmúlt 20-25 éve az eredményekben, a fejlődésben abszolút megérdemelte ezt a fajta tökéletes felkészülési lehetőséget. Tóth László abbéli reményének is hangot adott az ünnepélyes teremátadón, hogy a szekszárdi klub azok után, hogy adott több versenyzőt már a korosztályos magyar válogatottakba, belátható időn belül akár a felnőtt nagy válogatottakba is adhat olyan versenyzőt, aki ebben a klubban nevelkedett.